Orosz István, Kossuth Díjas grafikus művész, animációs filmrendező, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja. A nemzetművésze. Moholy Nagy László életműve az ő számára éppen itt a MOMÉN, vagyis korábban iparművészeti főiskolán vált élményszerűvé. Itt az iparművészeti főiskolán 1970-ben, amikor elkezdtem idejárni, a tervező grafika szakon a legeslegelső feladat az volt, hogy le kellett rajzolni valakit, 16 féleképpen, 16 stílusban megjeleníteni az illetőt, és én Kassák Lajost választottam. És Kassák Lajostól ugye a Tett és a Ma című folyóirattól eljutni Moholyig, az egy nagyon könnyű út. Moholy is onnan indult el valamikor, abból a konstruktivista világból. Amikor előkerült például a fotogram, akkor hát megkerülhetetlen volt, hogy Moholy Nagy nevét is vagy ne emlegessük, vagy legalább ne jusson eszünkbe Moholy Nagy, de amikor transzparenciáról vagy szinesztéziáról volt szó, akkor is Moholy Nagy juthatott eszünkbe, illetve hát Moholy Nagy képeket, vagy Moholy Nagy albumokat felütve, Moholy Nagy reprodukciókat nézegettünk. Én a főiskola után rögtön a Pannonia filmstúdióba kerültem, a Pannonia rajzfilmstúdióba, és rajzfilmeket kezdtem el csinálni, és megismerkedtem Vörösvári Ákossal, aki egy műgyűjtő, nagyon nagy gyűjteménye volt, és ebben a gyűjteményben Moholy Nagy képes lapok voltak, képes levelező lapok, amelyeket Moholy a frontról küldött, az első világháborúból küldött, amikor ő még talán nem is gondolta, hogy valaha képzőművész lesz, de autodidaktaként rajzokat csinált. Tulajdonképpen ezek kiszínezett, akvarellel kiszínezett krokik voltak, és hát legalább 100 vagy még több ilyen lapja volt a Vörösvárinak, és Vörösvári megpróbált rábeszélni, hogy csináljak animációs filmet ebből a dologból, ami jó ötletnek tűnt, el is kezdtem vele foglalkozni, de valahogy úgy éreztem, hogy azért ez nem az igazi Moholy. Szóval Moholyt másképpen ismertem, vagy más világ volt az, ami engem inkább vonzott. Én egy vidéki rajzszakkörből indultam, ahol azért inkább a természetelvű rajzolás volt az érdekes, ahol hokedliket, meg köcsögöket, meg drapériákat, meg ami hát szokásos egy rajzszakkörben, azokat rajzolgattunk, azzal foglalkoztunk, és egy nagyon más világot nyitott ki, hogy más felől is hozzá lehet jutni a képzőművészethez, illetve hogy a vizuális élmény az nem mindig a látott dolog lerajzolása, nem föltétlenül a természetelvű ábrázolás. Nagyon is kötődik a természetelvű ábrázoláshoz, csak valahogy másképpen indul el, és amire én talán akkor is fogékony voltam, és azóta is izgat ez a dolog, hogy ne csak dolgozni, ne csak ábrázolni valamit, hanem a gondolatokat mögötte is rendszerezni. Tehát hogy valamiféle művészet filozófia is, hát így azért ez túl fenkölten hangzik, azt hiszem, de tartozik a dologhoz, és ezt a Moholy könyveket lapozgatva, meg hát elolvasva a Moholy által írt és magyarra fordított szövegeket, ezekkel úgy éreztem akkor, hogy tudok valamit kezdeni.